Várhelyi Oliver bővítésért és szomszédság felelős uniós biztost megszavazták az Európai Parlament külügyi bizottságában. Teljessé vált az új Európai Bizottság tagsága, és úgy tűnik, hogy egy hónapos késéssel meg is kezdheti a munkáját. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó kinek, reggel, a, kívánok. kinek a sikere, Várhelyi Olivér sikere? Hát sokunké. Nem minden magyar és sajnos, de sokunké. Talán mondhatom, hogy a többségé hiszen mindannyian az ország nagyobb része azt szeretné, hogyha Magyarországnak a befolyása az európai politikára az nőre. Úgy tud nőni, hogy itthon jól teljesítünk, és így nő Magyarország súlya, illetve az európai pozíciókra olyan embereket javaslunk, akik képességük, elkötelezettségük, tudásuk alapján képesek jó teljesítményt nyújtani. Ráadásul fontos pozícióban. Na most szerintem az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere, hogy úgy döntöttek, hogy kiharcoltuk magunknak, hogy megszereztük, ízlés szerint lehet válogatni, hogy Magyarország kapja meg a szerintem következő öt év legfontosabb európai portfólióját. Vannak olyan miniszteriális posztok, amelyek a gazdaság szempontjából fontosak, pénzügy, fejlesztés, és így tovább, és vannak olyan pozíciók, amelyek meg a biztonság szempontjából legfontosabbak, ilyen például a szomszédságpolitika, meg a bővítés. És a biztonság szempontjából legfontosabb feladatot azt a Magyarország által delegált biztos kapta meg. Tehát nem emlékszem az elmúlt tíz évben, hogy olyan befolyást, Erős befolyást jelentő pozíciót tudtunk volna bárhol szerezni, bármely nemzetközi szervezetben, mint most az Európai Unióban. Ugye ez egy ilyen misztikusan hangzó szó, hogy szomszédságpolitika, meg bővítéspolitika, de ugye ez a migrációt is érinti, mert a migránsok délről jönnek, a balkáni országok felől, és ezek az országok tagjelöltek tehát velük fog foglalkozni a biztos. Az Európát fenyegető egyik bizonytalanság az Ukrajnában van, az ukrán-orosz konfliktus miatt. Ukrajnával is foglalkoznia kell az új biztosnak, és az Afrika felől jövő fenyegetés is fontos, bármilyen furcsa, de a földközi tenger túlsó oldalához tartozó afrikai országokkal is, ami biztosunknak kell majd foglalkoznia és akkor még az energia szempontjából is fontos ez a portfólió, mert a Kaukázussal és Azerbajdzsánnal is foglalkozni fog a biztosunk, már pedig, hogy abból a térségből hogyan tudunk Oroszországon kívüli területekről energiát hozni Magyarországra és az Európai Unióba, ez meg egy energiabiztonsági kérdés. Tehát nagy ünnepez nekünk, talán az árnyék, árnyékos oldalról is érdemes beszélni, mert meg akarták akadályozni sokan, hogy ez így legyen. Ugye Magyarországnak vannak nemzetközi riválisai, más államok, más politikai irányzatok. De itt Magyarországon belül is komoly akna munka folyt. A magyar ellenzék az egyesítette az erőit Brüsszelbe, hogy elgáncsolja a magyar jelöltet. Sőt, tények támasztják alá, hogy Soros György személyesen próbálta jutni a legmagasabb rangú európai vezetőkhöz, hogy személyesen akadályozza meg Várhelyi Oliver kinevezését. Nagy csata volt, de megnyertük. Ha már említi Soros Györgyöt, érdekes, hogy Várhelyi Olivértől folyton azt kérdezték szóban és írásban is, hogy egyetérte azzal, amit a magyar miniszterelnök mondott, és azt szerették volna, hogyha elhatárolódik Orbán Viktortól. Vajon Franz Timmermansnak föltették-e a bizottsági meghallgatáson azt a kérdést, hogy ő vajon elhatárolódik-e Soros Györgytől, akivel rendszeresen találkozik? Mert hát azért a magyar vagy a szlovák miniszterelnök egy kicsivel több köze van az Európai Unió dolgaihoz, mint Soros Györgynek. Hát az elhatárolós, de ez egy régi baloldali játék, nem is érdemes komolyan menni. Én sose fogok delegálni magas nemzetközi pozíciókból olyan embereket, akik nem jó hazafiak, és akik nem tudják össze összeegyeztetni a saját hazafiságukat, az a nemzetközi megbizatással, amit vállalnak. A kettő nincs egymással ellentétben. Vannak emberek azonban, akik úgy akarnak nemzetközi pozíciót betölteni, hogy gyorsan levakarják magukról, hogy melyik nemzethez, melyik közösséghez tartoznak. Ilyen embereket én nem delegálok sohasem hova. Én bízom abban, hogy Várhely Olivér, aki egy kiváló magyar hazafi és egyben jó európai, ezt a két szempontot össze fogja tudni majd egyeztetni. Ez nem mindig könnyű, de menni fog szerintem. Most az egy külön nem műsort, hanem konferencia sorozatot igényelne, hogy föltárjuk, hogy milyen nem állami természetű szereplők, például a Soros György Birodalma, milyen pénzügyi és gazdasági és bevándorlás befolyást, bevándorlás politikát alakítani akaró befolyást gyakorol, és milyen mechanizmusokon keresztül az Európai Unióra, kik ott a szövetségesei. Ezek szerintem mind Európa ellenfelei ezek az emberek, hiszen el akarják árasztani migránsokkal Európát. Soros György ezt írásba is adta, közé is tette, az egész világ ismeri, évi egy millió bevándorlót akar behozni, ezt szerintem megöli a kontinenst, illetve úgy alakítja át, hogy az már többé nem a milyen lesz hát egy bevándorló kontinens akarnak csinálni Európából, emögött jó kitapítható politikai és gazdasági pénzügyi érdekek vannak. Nem véletlenül épp egy pénzügyi spekuláns vezeti ezt a politikai mozgalmat. Ez a következő öt évben a velünk élő történelem lesz. Mit vár a magyar kormány az új Európai Bizottságtól? Ez a legfontosabb dolog, hogy visszaadjuk az európai emberek biztonságát. Tehát a következő öt évben is a legfontosabb kérdés a migráció lesz. Meg tudjuk-e védeni Európa határait? Magyarország meg tudja, más országok meg nem tudják. Magyarország meg akarja, más országok meg nem is akarják. Ez egy nyitott vita, ennek a lezárására törekszik mindenki de egy vitában nem az a fontos, hogy az le legyen zárva, hanem az, hogy jól legyen lezárva. Tehát mi csak azért, hogy a vitákat lezárjuk, nem fogjuk feladni a határvédő álláspontunkat, nem fogjuk feladni a kerítést, nem fogjuk feladni azt az álláspontunkat, hogy Európa az európai, aki Magyarország, meg a magyaroké. Tehát ez az első dolog. A második, történelmileg talán kevésbé fontos, de a holnap reggeli, reggeli, ebéd és vacsora szempontjából viszont fontosabb dolog az a gazdaságnak a kérdése, hogy mi lesz az európai gazdasággal. De az elmúlt öt évben az európai vezetők két területen vétettek nagyon súlyos hibákat. A biztonság a bevándorlás területén és a gazdaságpolitikában. Ezért az európai gazdaságnak az a része, amelyre Brüsszelnek a legnagyobb befolyása van, ez az eurózónához tartozó államoknak a területe, mi nem tartozunk ez a zónához, az cudar állapotban van. És nehéz évek is jönnek. Tehát a 2020-as évre szóló elemzések azt mondják, hogy a német gazdaság nagy szerencsével talán eléri az 1%-os növekedést. Erre persze lehet azt mondani, hogy ez a németek baja, de ez nem így van. Tekintettel arra, hogy Magyarország számára nagyon fontos, hogy a nyugat-európai országok jól teljesítsenek. Tott egy rossz gazdaságpolitikát folytatott Brüsszel, nem tudta segíteni a nemzetállamokat a jó gazdaságpolitika kialakításában, és ennek most megfizetjük az árat. A 2020 as év legnagyobb feladata éppen az lesz, hogy Magyarország megvédje az eddigi gazdasági eredményét most már november vége felé tartunk, már javában tervezzük, tervezem a 2020-as évet, nézem a feladatokat, rangsorolom őket, és úgy látom, hogy a legnagyobb kihívás az 2020-ban a magyar gazdaság eddigi teljesítményének a megvédése lesz. Erre még visszatérünk, de ugye itt a bizottságnak a költségvetést, a következő 7 éves Európai Uniós költségvetést kell tető alá hozni. Ugye a magyar igazsági miniszter Varga Judit azt mondta, hogy Magyarország nem fogadja el azt, hogy a jogállamisági normákhoz kössék, akár a források kifizetését is. Persze, ez egy Nem is lesz belőle semmi. Nyilvánvalóan ezt nem csak Magyarország fogja megvétolni. Hát azt nem tudjuk, mert ahhoz bátorság is kell, meg szilárd hátország, meg harcmodor, meg nemzetkarakter is. Tehát nem mindannyian viselkedünk ugyanúgy, akik azonos álláspontot képviselünk. Ez a, az európai politika egyik szépsége, hogy egyetértünk egymással, és aztán teljesen különböző módokon próbálunk érvényt szerezni a szándékunknak. Valaki a kertek alatt jár, van, aki széles szövetségeket próbál kötni, és van, aki huszárohamot vezényel, és megpróbálja az ellenfél, ellenfelt kibillenteni hadálásaiból. Tehát nem vagyunk egyformák, az biztos, hogy a magyar harcmodor az egy elég látható és látványos harcmodor, de hát mi ezt tanultuk a történelemben, hogy jobb, ha az elején rögtön világosá tesszük az álláspontunkat, és megvetjük a lábunkat, mert egyébként a ellenerő elsodor bennünket, ezért én általában a nyílt lapokkal játszók közé tartozom, és világosan megmondjuk az elején, hogy hol vannak a megállapodás lehetőségei, határvonalai, mi az, amit nem fogunk tudni átlépni. Ez például egy ilyen dolog, hogy a mostani formájában ismert javaslatok biztosan alkalmatlanok arra, hogy összekössünk a pénzügyi kérdésekkel, oda nem tartozó kérdéseket. Úgy fogalmazott az előbb, hogy az Európai Unió és Európa kontinens számára az egyik legfontosabb kérdés a biztonság megőrzése. Donald Tusk, akit most megválasztottak a héten Zágrában az Európai Néppárt vezetőinek, ő úgy fogalmazott, hogy fontos a biztonság, de nagyon fontosak az emberi szabadságjogok, és nem szabad egyiket a másikért feláldozni. Mit gondol egy az Európai Néppárt új vezetője, ha így gondolkozik? Akkor milyen konzervatív politikát váratunk ezek után a, a néppárt? Nem tudjuk, még mi sem, ezért is tartjuk függőben a tagságunkat mi még a, már mint a magyar kormányzó párt még nem döntötte el, hogy folytatjuk-e a közös életünket az Európai Néppárttal. Várjuk, hogy a néppárt tisztázza a nézeteit, meg a terveit, és utána fogunk majd erről döntést hozni. Azt mondták, hogy január vége, legalábbis Tusk így fogalmazott. Hát az egy dolog, hogy ők mit mondanak. Itt az a kérdés, hogy mikor beszélnek végre világosan. Tehát egy magyar kormányzó párt nem tartozhat egy olyan politikai közösséghez, amely bevándorláspárti amely nem támogatja a határvédelmet, amely nem támogatja a magyar kerítést, amely nem adja meg a tiszteletet a magyaroknak, aki nem ismeri a munkánkat, amit Európa megvédés érte, érdekében kifejtettünk. Mi csak olyan közösséghez tartozhatunk, amelyik ezt mind elismeri. Valaha az európai néppárt ilyen volt. Azonban egy baloldali sodródás vette kezdetét, az a kérdés, hogy az új elnök ezt a folyamatot meg tudja állítani. Ha igen, akkor van közösségünk, ha nem, akkor más politikai közösséget kell építenünk. Múlt héten tartották a magyar állandó értekezletet itt a fővárosban, és ön úgy fogalmazott, hogy igenis szükség van magyar etnikai pártokra a Kárpát-medencében. Ezt milyen tapasztalat alapján van? Van egy történelmi tény, hogy a magyar nemzet, vagyis a mi közösségünkhöz tartozó magyar emberek élőhelyei, és az állam határai azok nem esnek egybe egymással. Van még néhány ilyen ország a világban, de azért Európában ma már az a megszokott helyzet inkább, hogy az államok meg a nemzetek határai egybeesnek. Mi esetünkben nem így van. Ez egy olyan tény, aminek súlyos következményei adódnak a politikára nézve. Tehát nekünk nem szabad bezárkózni az államhatárainkon belülre, nem szabad sündisznóként viselkednünk, hanem nekünk kapcsolatokat kell építeni, nekünk kultúrát kell erősíteni, nekünk iskolákat kell támogatni, óvodákat kell építeni, azokon a helyeken is, ahol nagyszámban élnek magyar közösségek, mert ők, meg mi egyek vagyunk, egy vérből valók vagyunk, összetartozunk. Ennek a kötelességnek megfelelni nem egyszerű dolog, különösen akkor, hogyha a gazdaság, mint hogy hosszú évtizedekig ez így volt, nem működik jól. Amikor most jobban teljesít a gazdaság, most egy több forrá, kicsivel több forrást tudunk fordítani ezekre a célokra is, nem véletlenül a nemzeti összetartozásnak, nem csak a lelki, hanem a gazdasági lába is megerősödött az elmúlt években. Szerintem ugyan szerencsésebb dolog, hogyha mindannyian egy állam határain belül uh, élhetünk, de miután ezt nem Lotton sorsolják ki, hanem vesztes háborúk miatt uh, szenvedjük ezt el, ezért. Uh, sopánkodás helyett meg kell próbálni ebből a hátrányból előnyt kovácsolni. <coughs> előnyt kovácsolni meg úgy lehet, hogyha a világ különböző területén élő magyarokat összekapcsoljuk egymással, és összeadjuk az erőinket, meg a kapcsolatrendszerünket. Ha ezt jól csináljuk, akkor hátrányból előnyt kovácsolhatunk. Ezért szoktam azt mondani, hogy a magyarok egy világ nemzet, a világ minden pontján megtalálhatóak vagyunk. Ha jól kapcsoljuk össze a a dolgokat, akkor a budapesti kormány hatalmas erőforrásokhoz juthat. Ma is így van ez egyébként. A magyar gazdaság legnagyobb, <coughs> legnagyobb eredményét azt a szomszédos országokkal folytatott kereskedelemben érjük el. Ez nem független attól a ténytől, hogy ott magyarok is vannak, akik nyilván szoros kapcsolatban, gazdasági kapcsolatban vannak Magyarországgal, és ebből adódik egy kereskedelmi többet, ami a magyar gazdaság növekedésének, vagyis az itthoni magasabb életszínvonalnak az egyik forrása. Hogy tetszik, a magyarországi gazdasági teljesítmény az az egész térségben élő magyar közösség. Együttes gazdasági teljesítménye. <kül> És így is kell ezt szemlélni. Én a kettőt, a Magyarországon van olyan ellenzéki párt, aki szembeállítja a határon túli magyarokat, meg a határon belül élő magyarokat. Szerintem ez rossz fölfogás, ezt a kettőt inkább összehangolni kell. Ugye 30 éve, 29 éve voltak Magyarországon az első szabad választások. És akkor ez a dilemma felszínre került. Én 30 év, 29 év vagyok parlamenti képviselő, az elejétől fogva végig láttam. Most nem beszélek a antikommunista ellenállás időszakában folytatott vitákról. Tehát csak az első szabad parlament óta figyelem azokat a vitákat, amelyek választ keresnek arra a kérdésre, hogyha a nemzet meg az állam határai nemesnek esnek egybe, akkor mi a jó magyar politika. És ki izzadtunk, kiszenvedtünk néhány közös pontot, amit hosszú időn keresztül minden magyar politikai párt osztott. Az egyik ilyen álláspont az az volt, hogy ahol elegendő számú magyar él, ott az a jó, hogyha ők saját nemzeti alapon szerveződő érdekközösségeket, érdekképviseleteket, politikai pártokat hoznak létre a gazdasági, kulturális, oktatási közösségeiken túl. Tehát ha politikailag is segítik egymást és képviselik a magyar szempontokat. Kihortuk ezt a vitát, és hosszú ideig ezen is állt a Magyar külpolitika vagy magyar regionális politika. Ezen az alapon állt a Magyar Állandó Értekezlet, amely a régióban élő országok magyar pártjait fogja össze, és ezen az alapon állt a Diaszpora Tanács is, amely az egész világon élő magyar közösségeket próbálja egyesíteni. És az elmúlt időszakban itt megjelent egy olyan irányzat, amely megkérdőjelezte ennek az álláspontnak a helyességét, és ezért most a vita ismét kirobban. én azt tudom mondani, 30 év erre vonatkozó vitájával és tapasztalatával a hátam mögött, hogy az a jó, hogyha a magyarok erősek a szomszédos országokban, ha saját közösségeik vannak, és a saját közösségeik politikai képviseletét is ő maguk látják el, magyar a magyarban bízzon. Abban nem reménykedhetünk, hogy egy magyar érdekét a magyarnál jobban fogják képviselni más nemzetiségű pártok vezetői. A Moody's hitelminősítő a héten úgy fogalmazott, hogy Magyarországon 2014 óta folyamatos és erőteljes a gazdasági növekedés, és a következő két évben is robosztus ütemű marad, ezt a szót használták. Ugye 5% a gazdaság bővülése, szemben a németországi 0,2%-kal. Ketté fog szakadni Nyugat-Európa gazdasága és Közép-Európa gazdasága? Hát persze az igazság, az igazság kedvéért azt is mondjuk el, hogy azért lehet, hogy mi cserélnénk azzal a német 0,2-vel, hogy olyan gazdók lennénk, mint a németek. Tehát nem szabad csak a gazdasági növekedést önmagában tekinteni. Az egy fontos jelzés a jövőre nézve, hogy merre fogsz, fogsz egyáltalán fejlődni. De hogy honnan indulsz, azt nem mutatja. Azért a németeknek, különösen a nyugatnémeteknek volt 40 jó évük, miközben mi szovjet megszállás alatt voltunk, és ők gazdagok. Tehát egy gazdagabb országnak a növekedését mindig nehezebb előidézni, mint egy szegényebb országét, hiszen a szegényebb ország mélyebbről indul, nagyobb lépésekkel is haladhat. Tehát azért óvatosságra intenék mindenkit. Azt, hogy a magyar növekedés többszöröse is lehet a németnek, nem jelenti azt, hogy itt jobban mennek a dolgok, mint Németországban. Ez is az igazság része, de hogy hol, hogy, hol mennek majd jobban a dolgok a jövőt illetően, na arra nézve azért elárul valamit a gazdasági növekedési adat. És itt az a helyzet, hogy uh, itt komoly csatákat kell majd vívnunk. Tehát még egyszer mondom, a 2020-as év legnagyobb próbatétele az az lesz, hogy sikerül-e föntartani a magyar gazdaság növekedését, meg tudjuk-e védeni a magyar gazdaság teljesítményét, olyan körülmények között, amikor a közös európai pénzt az eurózónához tartozó, ilyen pénzt használó országok közösségében gazdasági zavarok lesznek. Ezt mindenki tudja, mondja, ön is ilyen számokat idézett. Most én régóta mondom, mert önbecsülés és, és magabiztosság kérdésének is tartom, hogy egy még oly nyitott nemzetközi gazdasági rendszerben is, egy-egy országnak tudnia kell megállni a saját lábán. Tehát igaz, hogy össze vagyunk kapcsolódva erőteljesen más országokkal, de egy ország erejét és önbecsülését is az adja, hogy saját erőből is képes-e megállni a lábán. Hát ez most ki fog derülni a következő évben. Mert vita van erről Magyarországon, hogy csak azért megy jól Magyarországnak, persze a adócsökkentések, meg, a, meg az okos pénzügypolitika mellett, mert jól megy a egész európai gazdaságnak, vagy van ebben a magyar sikerben valami sajátosan magyar, ami csak hozzánk tartozik, és amit akkor is tudunk szállítani, hogyha a többieknek rosszabbul megy. Ez egy hosszú vita, nyilván az emberek ez kevéssé figyelik, de a magyar gazdaságpolitikai vitáknak ez egy fontos iránya volt az elmúlt jó néhány évben. Se nem mindenki adott valamilyen választ gazdasági ízlés vagy politikai nézetek szerint. Most beleugrik a majom a vízbe 2020-ba, lesz egy nehézségekkel küzdő nyugat-európai gazdaság, egy alig növekvő vagy tán stagnáló nyugat-európai gazdaság, és itt lesz közép-európa, nem csak Magyarországról van szó, mert ezek a viták Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban ugyanígy zajlanak, és nekik is nagyobb növekedésre van esélyük, hozzánk hasonlóan, mint a nyugatiaknak. Tehát most kiderül, hogy közép-európa valóban megerősödötte annyira, hogy a gazdasági fejlődés szempontjából, Nagyobb sikereket tud elérni, mint a nálunk gazdagabb és fejlettebb nyugat-európai országok. Ez derül ki 2020-ban. Az én válaszom erre az, hogy ez lehetséges. Érhetünk el ilyen sikereket, de ez magától nem fog menni. Ez gazdaságvédelmi akcióterv kell. Én a minisztereket a eheti kormányülésen utasítottam is, hogy a gazdasági érdekképviseletekkel vegyék fel a kapcsolatot, és készítsenek elő egy a gazdaság teljesítményét megőrző, vagy tovább segítő gazdaságvédelmi akciótervet, amit valamikor a következő év első negyedében fogunk majd. Remélem addigra elkészülünk vele, és így be tudjuk majd mutatni. Erre visszatérve még, hogy mi hozza ezt az eredményt, ezt az 5%-os eredményt a jegybank elnöke Matolcsi hogy úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 9-10 évben egy arany háromszöget tudott létrehozni Magyarország. A politikai stabilitás az egyik csúcs, a pénzügyi egyensúly a másik, és a gazdasági növekedés a, a harmadik. Az, ami tulajdonképpen megalapozta, hogy ezt az eredményt el tudtuk érni. Magyarország szerencsés ország, mert olyan jegybankelnöke van, aki képes történelmi horizonton is szemlélni a magyar pénzpolitikát. Ez nagy, ez nagy szerencse, mert az az intellektuális erő a számít a kormányzat, kormányzati munka sikeressége szempontjából, és ott a jegybankban jól állunk ebből a szempontból. Én azonban egy szinttel egy létrafokkal lejjebb másznék, vagy ereszkednék, mint a jegybank elnök, miközben elismerem az ő állításának igazságát, és azt mondanám, hogy azért a leginkább sikert eredményező gazdaságpolitikai lépés az adócsökkentés volt. Tehát ugye mégiscsak azt a nagyszerű teljesítményt sikerült Magyarországnak elérnie, mert a gazdasági teljesítmény az ország közös teljesítménye, hogy miközben... A egyre több árut tudtunk a világ egyre több pontján eladni, Magyarországon termelt árut, tehát versenyképes áron tudtuk eladni, Aközben a bérek megnövekedtek Magyarországon. Ugye, ha a bér növekszik, akkor drágább a termék, amit előállítanak. Ez az alaphelyzet. De Magyarországon az történt, hogy versenyképes áron állítjuk elő az áruinkat, és közben nagy ütemben nőttek a bérek. Ez egyetlen módon volt, és közben nem mentek tönkre a vállalkozások. Ez egyetlen módon volt lehetséges, hogy közben a kormány folyamatosan kitartott az adócsökkentés politikája mellett. Különösen a cégek által fizetett adókat euh, harmadoltuk el, egy harmadával visszavágtuk az elmúlt időszakban. Majdnem 3000 milliárd forintot hagytunk így a magyar vállalkozóknál, akik ennek a nagy részét bérformájában kifizették az embereknek amiben aztán kereslet lett, és aztán újabb vásárlók. <kül> Tehát én azt gondolom, hogy a kulcs az adócsökkentés. Nem tudom, hogy mekkora adócsökkentési lehetőségünk van, <kül> de azt remélem a gazdaságvédelmi akciótervtől, hogy ez alapvetően adócsökkentésre épül majd. Múlt pénteken átadták a Puskás stadion. Önnek az építkezés során volt lehetősége többször megnézni az építmény, de gondolom egy picit más volt a hangulat, amikor majdnem 70 ezer ember ott, ott ült a stadionban, és várta a megnyitót. Nézem. Van, aki kedveli a magyarokat, van, aki nem. Én szeretek a sok magyarra együtt lenni, különösen fölemelő pillanatokat együtt átélni. Szerintem nekünk magyaroknak van dramatikai érzékünk ezekhez a nagy pillanatokhoz. Ugyan az ünnepeink előtt általában szoktunk veszekedni, de aztán valahogy az ünnepekre minden összerendeződik, ez a családokban is így van szerintem, vagy sok családnál van így, de ez így van nagyban is. <kül> És most is ez történt. Volt, ami volt, viták, lögdösödés, veszekedés, hogy most akkor kell, vagy nem kell, puskás aréna, vagy puskás stadion, és aztán a végén, hogy meg lett mindenki boldog volt. Én ismerem az ezzel kapcsolatos magyar vitákat, száz évekre visszamenőleg, ezeknek van írásos nyoma. És ugyanilyen viták voltak a láncid megépítésénél, a magyar parlament épületének elkészítésekor, tehát ez valahogy végigkísér bennünket. Ezért a, a fejlesztések, beruházások, stadionépítések, vagy éppen színházépítések vagy kulturális létesítmények fejlesztése körüli viták engem sohasem zökkentenek ki, mert azt tanultam meg a magyar történelmből, hogy az ember hozott egy döntés, ki kell mellette tartani, akkor a dolog megvalósul, és a végén mindenki tapsolni fog. Most ez történt velünk az elmúlt napokban. Én egy ritkábban hallott dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ez pedig az, hogy ez egy olyan hatalmas műszaki teljesítmény, a Puskás Stadion, amelyet az első a tervezés első a befejezésig mind minden munkát magyarok végeztek el. Azt akarom ezzel mondani, hogy mi magyarok képesek vagyunk arra, hogy a modern világ egyik legnagyobb méretű beruházását, ilyen hatalmas nagy épületes stadionok megépítését a saját erőből elvégezzük. Emlékszem, amikor először voltam miniszterelnök ez még 90-es évek végén volt, és leégett a Budapest sportcsarnok, mint aztán Paplászló Arénaként építettünk újjá, és akkor kerestünk megfelelő referenciákkal, tehát tapasztalattal rendelkező cégeket, hogy építsék meg, és nem volt magyar. Olyan, akit rá tudtuk volna bízni teljes bizonyossággal, hogy az el fog készülni. És azóta eltelt 20 év, és ma ott tartunk, hogy Magyarország több olyan építőipari nemzetközileg elismert vállalkozása van. Olyan képzett munkásai vannak, olyan képzett műszakvezetői és mérnökei vannak, akik egy ekkora hatalmas vállalkozást saját erőből, külföldi tudás bevonása nélkül is képesek elvégezni. Én ezért azt gondolom, hogy a független, hogy valaki kedveli a stadiont vagy nem, belátja, hogy ott majd kultúra is lesz, meg koncertek, vagy nem, hogy a környékére megye valaha vagy sem, ettől függetlenül mindenki büszke lehet rá, mert egy fantasztikus mérnöki és munkateljesítmény testesül meg benne. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.